A felvételi ponthatárok kihirdetésével biztossá vált, hogy melyik egyetemre nyert felvételt egy-egy hallgató. Megindulhat az albérletek vagy eladó ingatlanok keresése. Akik szeretnének Fehérváron lakást vagy házat vásárolni, mert ezt tartják jobb megoldásnak, Székesfehérváron 700 és 900 ezer közötti, vagy akár 1 millió forint feletti négyzetméter ára számíthatnak a lakások esetében. A használt házak viszont sokkal olcsóbbak, az új építésű házak ugyancsak 700 ezer forinttól 1 millió forint fölöttig vannak a négyzetméter árak. A korszerűtlen felújítandó lakások és házak esetében ugye egy kicsit áresés történt, nem annyira keresik. Régebben a felújítandó lakásokat keresték, most pedig abszolút jellemző, hogy a felújított, szép állapotú lakásokat akarják. Lehet, hogy egy kicsit drágább, még igyekeznek, ami a tűrés határon belül van, megvenni, mert nem akarnak csinálni semmit. És szeretnék minél magasabb áron kiadni. Az ingatlan iroda tulajdonos elmondta, már a hónap elején elindult az érdeklődés az albérletek iránt. Mint mondja, szeptemberig az iskola kezdésig folyamatosan nő a kereslet és a kínálat. Természetesen a garzont keresik, a kisebb lakásokat, a 40 négyzetméter alatti lakásokat keresik a diákok olcsóbban, és azt is megteszik, hogy 2-3-an összeállnak, és akkor van igény arra, hogy 2-3-an összeállnak, egy ilyen háromszobás panellakás, ami fel van szerelve minden, és akkor azért képesek többet fizetni. Tehát egy kicsit előtérbe került az, hogy a minőségibb lakások. Bence Józsefné hozzátette, Székesfehérváron 130 és 250 ezer forint közöttiek az albérlet árak. Az eladási ár egy szobás lakás esetében 28-30 millió forint. A szobák ára is emelkedett 70-90 ezer forint per hó, van, ahol 100 ezer forint fölött van.